És már is folytatjuk műsorunkat, méghozzá azzal, hogy egyre többen csatlakoznak a Városkártyához, a gyöngyösi lakosok egyre több elfogadó helyet tudnak igénybe venni, és hát ilyen például a Bezzeg épületgépészeti Kft. Is, amelynek a tulajdonosával, valamint ügyvezetőjével, Bezzeg Attilával fogok most beszélgetni. Jó estét kívánok, szia! Jó estét, köszöntöm a nézőket! Tehát, mint említettem, ugye egyre többen csatlakoznak ez a kezdeményezéshez, ez a programhoz. Ti miért döntöttetek úgy, hogy érdemes belevágni? Hát számunkra két fő indok volt. 33 év alatt nekünk sikerült itt Gyöngyösen egy nagyszerű törzsvásárlói kört kiépítenünk, és ennek köszönhetően sok mindent kaptunk, és ezzel a kártyával szeretnénk viszonozni ezt a kedvességet azon vevőknek, akik tulajdonképpen ide járnak nap mint nap, heti, havi rendszerességgel, és ezzel megpróbáljuk még szorosabbá tenni ezt a kapcsolatot. A másik része, ami nem titkolt elgondolásunk, hogy a kártya által valószínűleg be fogunk vonzani olyan embereket is, akik még nem jártak a cégünknél, vagy esetleg máshol vásároltak. Hát tulajdonképpen mindenkinek megéri ez a rendszer, mert a vevők kapnak egy bizonyos kedvezményt, a vállalkozók annak reményében, hogy szélesíthetik a vállalkozói körüket, a vevőkörüket, így nagyobb forgalomhoz tudnak hozzájutni, és tulajdonképpen az önkormányzat is, mivel hogy segít a gyöngyösi vállalkozásoknak, illetve a gyöngyösi lakóknak. Nálatok hogy fog megvalósulni ez a kedvezmény, mire számítsanak majd a vásárlók? Hát ez a kedvezmény rendszer kialakítása volt számunkra a legnehezebb feladat egyébként. Ugye nagyon sok részlegből állunk, nagyon sok kedvezményes sávunk van, mint például ilyen a webes árunk, a viszonteladói árunk, a szerelői árunk, tehát ezekhez mind igazodni kellett, és nagyon sok termékkel vagyunk ugye kapcsolatban, több mint 200 ezer termék található meg nálunk, több mint 200 beszállítóval dolgozunk, tehát mindenhol más-más feltételek vannak. Éppen ezért részlegenként tudtunk kialakítani kedvezményeket. Így az iparos és kertcentrumunkban 5-15%-ig tudunk kedvezményt biztosítani. Itt is vannak azért kritériumok, mert vannak olyan akciós termékek, amikre ezek az árak nem vonatkoznak, illetve nem említve márkát, van olyan márkánk is, amihez nem tudjuk ezt a rendszert kapcsolni, mert ott már annyira alacsonyak az árak, hogy nem tudnánk ezt biztosítani. A szervizünkbe a munkadíjra fogunk tudni adni 10% kedvezményt, a gépkölcsönzőnkre pedig szintén 10% kedvezményt. A nagyobb fejtörést a másik oldal okozta, ott, ahol az épületgépészeti részlegünk van, a bemutató termünk és az építőanyag kereskedésünk. Ott egyedi kedvezményeket fogunk tudni alkalmazni. Nagyon sok termékkel, nem tudom, hogy árulok ezzel titkot, de van olyan termékünk is, amik 0%-osan tudunk csak árulni, mivel szeretnénk a vevőket megtartani. Ez egy olyan termékkör, amit azért tartunk, hogy ne menjenek máshova a vevőink. Tehát itt nyilván nem tudunk szintén kedvezményt biztosítani, illetve itt is az akciós termékekre, de minden egyes részlegünknél ki lesz majd téve, hogy hol milyen kedvezmények, tehát milyen termékkörökre vonatkoznak majd a kedvezmények, és melyekre nem fognak vonatkozni. Ugye a szerződés az a napokban született meg, ez mit jelent, mikortól érdemes Városkártyával hozzátok megérkezni? Hát ha minden igaz, a mai naptól élesedett ez a dolog. Még úgy láttam, hogy most még jelen pillanatban nincs fent a weboldalon a mi címünk, de akár már mától is lehet jönni hozzánk vásárolni. A kollégákat tájékoztattuk, tehát biztos lesznek az elején kisebb-nagyobb fennakadások, de ezeket gondolom, hogy majd meg fogjuk oldani a kollégák segítségével együtt, tehát nem lesz ez probléma. Ugye említetted, hogy ti is már 30 éve itt vagytok Gyöngyösön, és hát felmerül bennem a kérdés, hogy mondjuk a helyi vállalkozásoknak szerinted mennyire fontos az, hogy adott esetben részt vegyenek az ilyen kezdeményezéseknél, vagy például nálatok ugye a sport, ez nagyon előtérben van helyezve, mennyire fontos ez? Hát maximálisan fontos, nyilván a cég számára is, de mint magánemberként is számunkra, én is és öcsém is különböző sportágokban próbálunk segítkezni. Öcsém a tenisz
Ben, én pedig legfőképpen a kispályás és nagypályás labdarúgásban különböző rendezvényeket szervezünk. Én bízom benne, hogy ez is a cégünknek a jó hírnevét szolgálja, és ezt nagy szeretettel csináljuk. Az emberek már nem igazán szeretnek beszélgetni a Covidról, de azért mégis az elmúlt 4 év az megterhelő volt minden vállalkozás számára. Milyen új feladatokat kell most megoldanotok az elmúlt pár évből adódóan, és mennyire nehezek ezek a feladatok? Nagyon érdekes a kérdés, mert például 2022 volt az az év, ahol csúcsokat döntöttünk, és ez pont a Covid ideje volt, de akkoriban főleg a webáruházas cégek tudtak jól preferálni. Ugye rengeteg webáruházat szolgálunk ki, viszont eladókat. Viszont azóta, mióta a Covid-dal már nem kell szembesülnünk, azóta ugye jöttek más különböző dolgok, mint például a háborús helyzet és az infláció. Itt viszont ezt már a mi cégünk is elég keményen megsínylette, mert tulajdonképpen a 22-es évhez képest a 23-as már egy ilyen mínusz 20%-os forgalomcsökkenést okozott, illetve az idei év is a tavalyihoz képest egy mínusz 20%-kal. Azon belül is a legnagyobb csökkenést azt a nagykereskedelmi egységünknél tapasztaljuk. Ugye ez itt országos szinten jelentkezik, itt ilyen mínusz 70%-nál tartunk, tehát ott sínyeltük meg a legjobban, de itt helyi szinten, hál' Istennek, még azért jól teljesítünk. És akkor ilyen szempontból a városkártya adott esetben segíthet is a visszarendítésen. Mindenféleképpen, és én mindenkinek ajánlom egyébként, ajánlom a bevőknek. Még úgy tudom, hogy jelen pillanatban ugye 3000 kártyával rendelkeznek így Gyöngyösen. Én nagyon szeretném, hogyha ez a szám legalább egy ilyen 7-8 ezerrel fel tudna bővülni, mert akkor van igazán értelme, hogyha minél több bevőt el tudunk kérni, illetve a vevőknek pedig az az érdeke, hogy minél több vállalkozás csatlakozzon ehhez a kártyához. Tulajdonképpen a vállalkozásoknak sem kerül semmibe, tehát nekik is mindenféleképpen azt javaslom, hogy csatlakozzanak minél többen, mert minél szélesebben lesznek a vállalkozások itt Gyöngyös térségében, annál sikeresebb lesz ez a történet. Bezzeg Attila, köszönjük szépen, hogy bejöttél és elmondtál mindezt a nézőknek. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és hát ne feledjék, hogy egyre több elfogadó hely van, tehát a városkártyákkal legutóbb 4 új üzlet csatlakozott, köztük ugye a Bezzeg épületgépészeti Kft. Legközelebb holnap jövünk Gyöngyös Mával, addig is viszontlátásra!